Szeptember 11-én jelentette be a miniszterelnök, hogy az idei szezonban mindenki számára ingyenes lesz az influenza elleni védőoltás. Ahogy várható volt, meg is nőtt a kereslet az október 20-ától elérhető térítésmentes vakcinák iránt. Nem csoda, hogy sok helye már el is fogyott az oltóanyag, vagy az utolsó darabokat adják be. Az általunk megkérdezett házi orvosnál már csak a három komponensű elérhető, a négy összetevős hamar elfogyott, miután abból mindössze négyet kapott. A vegyes praxisához, amelyhez 2800-an tartoznak, összesen egyébként 280 vakcinát tudott szerezni az ANTS-től, amely tapasztalatai szerint megpróbálta egyenletesen elosztani a készletet. Hiába kért volna tehát többet, tudomásul kellett vennie, ennyi jutott. Most megpróbálják begyűjteni azt, hogy esetleg valahol megmaradtak oltóanyagok, nem használták fel, és akkor ezeket újraosztják. Arról nem tudok, hogy az influenza elleni vakcinának a gyártását újra kezdték volna. Sajnos egy legyártott mennyiségű vakcinát legyártanak, akkor azt még sokkal hamarabb legyártják, és nem szoktak ilyenkor már a gyártók újra kezdeni vakcinát gyártani. Tehát így nekem nem tudom, hogy maga az ANTS meg a kormány honnan fog tudni oltóanyagot beszerezni. Mint a házi orvos elmondta, a rizikócsoportba tartozó, így például az idős vagy krónikus betegek számára félretesznek a rendelkezésre álló készletből, hogy mindenképpen jusson nekik belőle. A többi páciens a keret erejéig kérheti az oltást. A két típus között egyébként az előállítási módjuk mellett az a különbség, hogy míg a három komponensű vakcina egy élő legyengített kórokozót tartalmaz, a négy komponensű az örökítő anyaggal szemben termel ellenanyagot, és kevesebb a mellékhatása. Az ugyanakkor most a szűkös készlet miatt országszerte ritka, hogy a betegek választani tudnak. Oltás ellenességet egyébként a napkori doktor ezúttal nem tapasztalt. Abszolút nem érzékelem. Gyakorlatilag volt egy-két oltással, a hepatitis elleni védőoltásokkal annak idején, gyakorlatilag meg a papillomavírus elleni védőoltásokkal a fiatal lányoknál ott volt egy-két ilyen kisebb szösszenet, de ezt is megfelelő konzultációval ugye helyére lehetett tenni. Én úgy gondolom, hogy az én betegeim elfogadják. Én védőoltás párti vagyok úgy, de úgy gondolom, hogy az én betegeim ezt elfogadják. Az oltóanyag most tehát sokfelé hiányzik, Kóder Péter szerint pedig kiszámíthatatlan egyáltalán lesz-e utánpótlás a szezonban. Abban azonban már most biztos, hogy amit eddig kapott, kevés lesz a betegei számára. A Népszava ugyanakkor beszélt olyan Zala megyei házi orvossal is, akit meglepett, hogy a legtöbb rendelőben nincs elég vakcina. Szerintem van és lesz is elég, akinek pedig nincs, annak csupán igényelnie kell. A napkori doktor által elmondottak szerint ugyanakkor nem ilyen egyszerű a helyzet.